Most pedig Magyarország miniszterelnöke Orbán úr kap szót. Ezt kell megnyomni. Tisztelt képviselő hölgyek és urak! Először is szeretném a hazám nevében megköszönni, hogy ilyen kitartó figyelmet fordítottak a Magyarországgal kapcsolatos ügyekre. Szeretném megköszönni a támogatást azoknak a hozzászólóknak, akik Magyarország mellett kiálltak és Magyarország barátaiként szólaltak meg. Szeretném Svoboda elnök urat biztosítani arról, miután hozzászólásában a magyar politikai váltógazdálkodás miatt aggódott, hogy az elmúlt 20 évből én 15 évet ellenzékben töltöttem. Korábban 4 évig már kormányoztam, aztán vesztettem, most megint vezetem a kormányt. Biztos lehet abban, hogy ha van Európában csak egy ember is, aki a politikai verseny barátja, az én vagyok. És ebben ön mindig számíthat rám. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Verhofstadt elnök úrnak azt kell mondanom, hogy felolvasott egy nyilatkozatot, amely korrekt volt. Egy tényt hallgatott el a végéről. Valóban egykori antikommunista disszidensek írták a nyilatkozatot. De amit elhallgatott, az fontos. Ezek az emberek a liberális párt vezető párttestületének tagjai voltak. Ezért pártemberek. És ez a párt, amelyben ők dolgoztak, úgy elvesztette a magyar nép bizalmát, hogy legutóbb azt az 5%-os kulcsot sem érte, hogy bejussanak a parlamentbe. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én nem vonom kétségbe. Können wir vielleicht den Kollegen... Tisztelt kollégák, nagyon jó lenne, hogyha Orbán urat hagynák, hogy... Engedjék meg, hogy ezek után az idő előre haladtára való tekintettel eltekintsek attól, hogy az összes elhangzott, sajnos számos ténybeli tévedést egyenként kiigazítsam. Ezért csak azt kérem azoktól, akik hozzászóltak és kritizálták, illetve vádolták Magyarországot és a magyar alkotmányt, hogy legyenek kedvesek és olvassák el azt az alkotmányt. Rendkívül értékes dokumentum. Számos új dolgot is találnak benne. Kisebbségvédelem, jelnyelvvédelem, környezetvédelem, GMO ellenség, amelyről azt gondolom, hogy megfontolása méltó lehet bármely európai országban. Érzékeltem azt is, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy ennek a vitának, amely Magyarországról szólt, volt egy európai aspektusa is, egyfajta ideológiai vita. A magamfajtáknak és a mi politikai közösségünknek tudomásul kell vennie, hogy azok az eszmék, amelyeket mi képviselünk, sajnos ebben a házban sem élvezik a többség támogatását. Kétség kívül a mi eszméink keresztények, az egyéni felelősségre épülnek, a nemzeti érzést fontosnak tartjuk és pozitívnak, és a családot tekintjük a jövő alapjának. Lehet, hogy ezt nagyon sokan másképp gondolják. De ettől még ez egy európai álláspont. Lehet, hogy kisebbségben vagyunk vele Európában, de ettől ez az álláspont még európai álláspont, és nekünk szabad ezt a meggyőződést képviselni. Lehet, hogy önök nem értenek azzal, amit most fogok idézni, de én személy szerint Schumannak azt az álláspontját vallom, hogy az európai demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Ez egy európai álláspont, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Ami a konkrétumokat illeti, engedjék meg, hogy elkerüljem azt a vitát, amit majd a bizottsággal kell lefolytatnunk a konkrét kérdésekben. Csupán két dolgot szeretnék itt most a konkrétumok szintjén említeni. Nekünk nincs vitánk a bizottsággal a bírák függetlenségéről. A bírák nyugdíjkorhatárának ügye nem az igazságszolgáltatás, hanem az új nyugdíjrendszer kérdése. Magyarországot tönkretette egy kezelhetetlen, kivételekkel megterhelt nyugdíjrendszer. Ezért azt a döntést hoztuk, hogy a közszolgák tekintetében egyetlen korhatár lesz csak. Egy, egységes, általános. A rendőrökét és a katonákét fölemeltük, mert ők alatta voltak, másokét lehoztuk. Ezért számunkra ez nem igazságszolgáltatási kérdés, hanem nyugdíjrendszerbeli kérdés, és szívesen megfontoljuk a bizottság álláspontját.
A Nemzeti Bank függetlenségét illető megjegyzéseket egy kivétellel el tudjuk fogadni. Egy olyan pont van most már csak a bizottság és közöttünk, ahol éles konfliktus van. A bizottság azt kéri tőlünk, hogy a Nemzeti Bank elnöke és a monetáris tanács tagjai ne tegyenek esküt a parlament előtt, és ne esküdjenek föl a magyar alkotmányra. Azt javaslom, hogy ezt fontoljuk meg. Ezt leszámítva az összes többi kérdésben úgy látom, hogy egyeznek az álláspontjaink. Hogy az utóbbiban kell nekünk engednünk, ezt kérem, vitassuk meg a jövőben. Ami pedig, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a régi és az új alkotmányt illeti. Csak annyit szeretnék önöknek mondani, hogy a régi alkotmány nem volt képes arra, hogy megvédje az ország vagyonát és eladósította a magyarok jövőjét. Nyakig. Nem védte meg a versenyt, és a magyar gazdaságot monopóliumok és kartelek uralták. Az előző alkotmány nem védte meg a környezetet, amely lepusztult és tönkrement. És az előző alkotmány nem védte meg a polgári szabadságokat, mert a rendőri önkénnyel szemben nem védte meg a civileket, és megengedte, hogy paramilitáris szervezetek kisebbségi csoportokat félelembe tartsanak. Az új alkotmány ezt mind orvosolja, és meggyőződésem szerint jól orvosolja. Végezetül engedjenek meg még egy megjegyzést. Mi magyarok úgy gondoljuk, hogy Európát a kultúrája teszi Európává. Fölfogásunk szerint az európai kultúra alapja a jó szándék és a jó indulat. Viták mindig voltak, és lesznek is Európában. De ha az érvek konkrétak, higgadtak és józanak, és a másik félről jó szándékot föltételezünk, akkor mindig megtalálhatjuk a viták feloldásának módját. Én sajnálom, hogy a mai vitában több alkalommal nem érveket kaptam, nem konkrétumokat, hanem abszurd ténybeli tévedéseket, indulatot, dühöt és előítéletet. Meggyőződésem szerint nem méltóak Európához azok a vádak, az olyan vádak, amelyek a szóban forgó törvények ismerete nélkül születnek. És nem méltóak Európához azok az ítéletek, amelyeket nem a józanész és a tárgyilagosság, hanem a pártpolitikai düh és indulat vezet. Mi magyarok, én személy szerint én is ezekben az értékekben hiszünk, ezek az értékek vezettek bennünket az Európai Unióba, és mindenkit arra kérjünk, hogy térjünk vissza a vitás ügyekben az európai útra. Magyarország a szabadságharcosok földje volt, ma is az, és az is marad. Európai, ezer éves európai nemzetként mindenkitől megköveteljük azt a tiszteletet és európai kultúráltságot magunk felé, amelyet mi is minden nemzet számára megadunk. Akinek kétségei vannak, kérem, jöjjenek Magyarországra, ismerjenek meg bennünket, ismerjék meg a magyar népet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem. Kérem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Köszönöm, miniszterelnök úr, Orbán úr. Kérem, engedje meg, hogy tegyek még egy utalást. Minden bizonnyal helyes, hogy az ön hazájában, az ön alkotmányában, az önök alkotmányában és Európában a kereszténységnek megvan a helye, de engedje meg, hogy katolikusként mondjak valamit. Aki egyidejűleg egy több vallású és multietnikus parlamenti közösség elnöke, lehet, hogy Európa keresztény vagy sem, de Európa pluralista mindenképpen, mert ha nem ismerjük el ilyennek, akkor kudarcot vall, és azt hiszem, hogy ezt egy ilyen házban mindenképpen meg kell állapítanunk. A frakció vezetők, akik még szeretnének hozzászólni, másfél percben ezt megtehetik. Dohl úr eltekintettől a jogtól. Svoboda úr, parancsoljon. Orbán úr, miniszterelnök úr, nagyon jó, hogy itt volt, eljött hozzánk, és megtartottuk ezt a vitát, ami egy rendkívül élénk vita volt, csak rövid észrevételeket szeretnék tenni. És annak szintén örülök, hogy részben legalábbis elismerte, hogy hibákat követtek el, és bizonyos törvényeket, mellesleg jelentős törvényeket korrigálni kell.
Másodszorban miért foglalkozunk mi Magyarországgal? Azért, mert szeretjük Magyarországot, az ott élő embereket, mert Magyarország egy fontos ország, és ön ezt lebecsüli. Lebecsüli Magyarország jelentőségét és a demokrácia értékét. Ez a döntő kérdés. Itt nem Magyarországról van szó, nem Magyarországot bíráljuk, hanem azt, ami az ön politikájával kapcsolatos. Elmondta már az elnök úr, hogy mondhatnánk úgy is, hogy ne használja fel a vallást politikai célkitűzésekhez. Bármilyen fajta meggyőződése, vallási meggyőződése is lehet az embernek, a vallást a toleranciával kapcsoljuk össze. A vallás tolerancia nélkül elfogadhatatlan, független attól, hogy a keresztény vallásról vagy az iszlámról van ez szó. Ez a döntő fontosságú kérdés. És végezetül említette ugye a családot. Mindannyian elismerjük a családot, tudja, hogy az én családom is részben Magyarországról származik, részben a Cseh Köztársaságból, és az én családom éppen ezért Európa. És örülnék annak, hogyha ön is elismerné, hogy az ön családja szintén Európa. Ennek így kellene lennie, a magyar miniszterelnök családja is Európa kellene, hogy legyen. Ezért küzdünk itt, ebben a tisztelt házban, és ezért küzdünk Európában. Köszönöm. Peter Weber. Weber úr, parancsoljon. Tisztelt Svoboda úr, egy kérdésem volna önhöz, ha megengedi. Ugye offenzívan fogalmaz, azt említette, hogy önt a Magyarország iránti szeretet vezérli. Hát osztrákként és a szocialisták elnökeként említi ezt. De hogyha a szabadon választott Magyarország miniszterelnöke felé mondja ezt, hogy ezt az ország iránti szeretetből teszi, hát azt kell mondjam, hogy elég komoly lépés, hogy szemrehányás tesz a magyar miniszterelnöknek. Éppen ezért szeretném tudni, hogy miért állítja ezt, hogy csak ön jár el a Magyarország iránti szeretetből, hiszen feltételezem, hogy a magyar miniszterelnök ugyanemiatt jár el így. Weber kollega, örülnék annak, hogyha figyelne rám. Én ugye azt látom, hogy úgy tesznek, mintha Magyarországot elleneznénk itt. És azt szeretném kérdezni öntől és másoktól is, hogy miért nem folyik ilyen politika Lengyelországban vagy Németországban? Azért, mert ez nem illeszkedik a meggyőződésükhöz. Tehát kérem, hogy ne védjen egy olyan álláspontot, amelyet a saját hazájában határozottan bírálna. Ne védjen egy olyan megközelítést, amely a demokráciát nem erősíti. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Verhofstadt úr a szó. Monsieur Président. Elnök úr, Joseph Conrad és Kennedy mindannyian liberálisok voltak. Nem hinném, Orbán úr, hogy liberálisnak lenni kifejezetten egy betegség lenne. Hát önmaga is liberális volt eléggé, mielőtt még nacionalistává vált volna, és elkezdte volna a saját téziseit védeni. Hát remélem, hogy azért úgy, ahogy Conrad és Kennedy liberális volt, úgy azért lehet liberálisnak lenni. Legalábbis én úgy gondolom, nem kell rögtön mindenkivel harcolni, és nem kell rögtön hátat fordítani mindenkinek, aki liberális. És nem lehet azt mondani, hogy nagyon sokat költöttünk a nyugdíjakra, úgyhogy akkor gyorsan lejjebb visszük a nyugdíjkorhatárt. Nem lehet ilyen egyszerűen és fekete-fehéren gondolkodni. Biztos asszony, hogyha jól értettem, akkor még további kötelezettségszegési eljárások is lehetségesek Magyarország irányába, amennyiben a válaszok nem megfelelőek. Tehát az eddigi hármon kívül további eljárások is lehetnek, és szeretném majd a bizottságtól ezt megkérdezni. Orbán miniszterelnök úr, tudja, én tudom, hogy mit fog tenni, most hazamegy, és azt mondta, hogy adtam egy pár kokit az embereknek. Ezt mondta a múltkor is. Szeretném azonban, hogyha valamit megfontolna. Ha ön azt gondolja, hogy negatívan viszonyulunk Magyarország irányában, ez nem igaz. Gondolja, hogy kockára tettem volna az életemet és a szabadságomat, hogy az illegálisoknak segítséget nyújtsak a kommunisták ellen, azért, hogy ezt tettem volna akkor, hogyha Magyarország iránt gyűlöletet táplálok. Nincs egy olyan ország a világon, amelyben csak a szabadságért harcolnak, sem Németország, Franciaország, Olaszország, még Magyarország sem nevezhető ilyennek. Nagyon sokan voltak Magyarországon,
akik a történeti időkben nem a szabadságért küzdöttek, de nagyon sokan igenis a szabadságért küzdöttek. És azt is el kell mondjam önnek, hogy a modern államokban egy vallás, a kereszténység nagyon fontos alkotóelem lehet, de egy modern és egy modern állam és egy nyitott társadalom nem épülhet egyetlen egy vallásra. Máskülönben az ateisták, a zsidók, a muszlimok vagy bárki más egész egyszerűen nem érezni magát jól egy ilyen államban. És pontosan ez az, amit nagyon sokan Magyarországon ma nyomasztja az embereket. Nagyon sokakat a nacionalista, soviniszta hangulat miatt nem érzik ott jól magukat. Kérem, fogadja el ezt egyszer. Menjen haza, és aludjon egyet rá, és gondolkozzon ezen úgy, ahogyan Viktor annak idején elgondolkozott. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Bitte, Frau Vergiat. Bitte, Frau Vergiat. Parancsoljon, Vergi asszony. Köszönöm, elnök úr. Két-három dologra szeretnék visszatérni. Az európai értékek nem keresztény értékek, az európai értékek a lelkismereti szabadságot illeti, és azt a szabadságot, hogy valaki maga válaszol, hogy hívő vagy nem. Második dolog, amit Orbán úr szeretnék mondani, a magyar kormány megtámadása, a magyar kormány politikájának kritikája, ez nem azt jelenti, hogy Magyarországot bírálják, kritizálják, vagy a magyar nép ellen vannak. Tudjuk, hogy akik így gondolkodnak, azok nacionalisták. Azt mondta, hogy olvassuk el a magyar alkotmányt. Sajnos én nem beszélek magyarul. Tudom, hogy volt fordítási munka, remélem, hogy megkapjuk a szövegeket, a szöveget a mi nyelvünkön, és a tényeket tudjuk elemezni, mert én mindig így teszem. Utolsó megjegyzés, remélem Orbán úr, hogy igen, sokan megyünk majd Magyarországra, én oda fogok menni, és beszélni fogok a magyar társadalommal, a civil társadalom képviselőivel, azokkal, akik készen állnak arra, hogy velem beszéljenek, és remélem, hogy egy Libe bizottsági delegáció is oda fog menni, hogy a tények alapján ítélje meg a helyzetet, ahogy ön meghívott minket.